Sous les cieux de Paris s'envolent des chansons. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur des garçons. La la la. Úgy tudom, hogy több mint 10 éve énekeled Edith Piaf dalait. Mi indított el téged ezen az úton? Hogy mi indított el? Hát lehettem vagy 3 éves, amikor édesapám hazaért Leningrádból, és egy ilyen erős cirilbetűs lemezt föltett a lemezjátszóra. Annak az volt a cím, hogy Mir, egy melódia, és hát ez Piaf lemez volt. És én akkor eszméltem arra, hogy ez valami hihetetlen, fájdalmas női hang. Nem tudtam, miről énekel, de nagyon megfogott. És hát az valahogy úgy dolgozik az emberben, elkezd zenélni, zeneiskolába jár, stb., de az ott van. És akkor egyszer följött, felszínre tört, és akkor úgy gondoltuk valami bulin, hogy milyen jó lenne ezt megcsinálni. És akkor én azt elhatároztam nagyon, hogy akkor én azt a sanzon nyelvén fogom, tehát eredeti francia nyelvezetben fogom megtanulni a dalokat, és eredeti hangnemben. És hát ehhez két nagyon professzionális zenész kollégám segít ebben. Milyen hangulatú estére számíthatunk? Borongósabb vagy vidámabb dalokkal készültél ma estére? Hát is. A legismertebb, mondhatom, hogy a legismertebb és legszerethetőbb dalai közül válogattunk. 14-15 chanson hangzik el majd.